szeretné újra tervezni az étkezését, annak nincsen könnyű dolga, főleg, hogyha a desszertekről van szó, de ma már vannak megoldások arra, hogy hogyan lehet egészségesen finom desszertet enni. Nagyon nehéz azoknak, akik egészségesen szeretnének táplálkozni, esetleg szeretnének fogyni is, hiszen azt gondolják, hogy az édességektől le kell mondaniuk. Most egy olyan sajtortát fogunk készíteni, amihez cukormentes kekszet fogunk használni alapnak, ami ráadásul rozsdús is, ami növeli a telítettségérzésünket, és erre fog kerülni a mascarpone és túrós feltét, és gyümölcsökkel fogjuk tálalni. Nem kell minden nap ilyet tenni, de mondjuk egy heti egy-két alkalommal nyugodtan ehetünk desszertet is, akkor is, hogyha esetleg fogyni szeretnénk. Az olvasztott vajat összekevertük a cukormentes rozsdús kekszel, és egy sütőpapírral kibélelt sütőformába fogjuk ezt a kekszes alapot beletölteni, és berakjuk a sütőbe 15 percre, 200 fokra. Összekeverjük a krémet, tojást, mascarpone-t, túrót használunk, édesítőszert és vaníliával fogjuk édesíteni, és zselatin fogja összetartani az egészet. Azért, ahogy elnéztem a túrót meg a mascarpone-t, a kalóriatartalma azért nem lesz csekély ennek a süteménynek. Ennek a süteménynek, mint a legtöbb süteménynek, nem kevés a kalóriatartalma, hiszen a mascarpone azért eléggé zsírdús, ezért használunk ugye cukormentes kekszet és cukormentes alapanyagokat, hogy vigyázzunk a testünkre és az egészségünkre, de eközben ugye finomat alkotunk, ami ugye örömforrást fog nyújtani nekünk és a vendégeinknek is. Ez egy jó kis izommunkai sport, úgyhogy kérlek, te is részesülj benne, mert én már elfáradtam. Gondoltam, oké. Most, hogy lepattant rólam az összes ingomb és az összes kalória, amit majd később beviszek, mi a következő lépés? Következő lépés az, hogyha kész a kekszes alapunk, akkor ezt ráöntjük, és ezt is sütjük 30-35 percig, aztán készen is vagyunk. Mindenkinek azt javaslom, hogy ne két nap alatt próbáljon lefogyni, hanem inkább a következő nyára tervezze a bomba alakját, és próbáljon kicsit egészségesebben étkezni, kicsit többet mozogni, és akkor hetente több alkalommal akár ilyen finomság is beleférhet az étrendjébe.